Jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Így értékelte a vasárnapi választás eredményét Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti képviselő szerint az elért eredmény komoly felhatalmazást jelent számukra. Pálfalvi Milán, a Nézőpont intézet elemzője pedig az M1-en arról beszélt, a Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett az európai parlamenti választáson. A választások eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős többségben vannak Magyarországon a békepárti programot képviselő pártszövetség, a Fidesz és a KDNP támogatói. Értékelte a vasárnapi választást Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban. A kormánypártok európai parlamenti listavezetője hozzátette, az elért eredmény komoly felhatalmazást biztosít számukra a következő évekre és az előttük álló hetekre egyaránt, amely a szövetségkötésről szól majd. A magyarországi győzelme a békepárti Fidesznek és a KDNP-nek az beleillik jó néhány meghatározó európai országban a békepárti, a jobboldali konzervatív kereszténydemokrata szuverenista erők választási győzelmének, hiszen ha csak egyel nyugatra pillantunk, Ausztriában óriási győzelmet aratott az szabadságpárt. Nincs ma Európában egyetlen párt sem. Azt hiszem Magyarországon sincs egy párt sem, aki ne cserélne velünk boldogan akár azonnal. Kaptak már az európai választáson 50% feletti támogatást is, de még soha nem szavaztak annyian a kormánypártokra, mint most, hangsúlyozta Orbán Viktor az M1-nek adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök azt mondta, most több mint 2 millió ember voksolt rájuk, és amikor a legjobban szerepeltek, akkor pedig csak 1,8 millió. A kormányfő arról is beszélt, hogy nagyon biztos kormányzó párti fölényt adna, ha ezt az eredményt rávetítenék egy parlamenti választásra. Ilyen háborús időkben, ilyen nehéz körülmények között egy gyötrős, meggyötrő, gyötrelmes háborús inflációs évvel a hátunk mögött, egy jó gazdasági esélyeket teremtő növekedés megindítása előtt, ebben a helyzetben azt mondom, hogy 14%-ot ráverni a másodikra, az egy tisztességes eredmény. Ha persze én mondtam az előbb, hogy minden választás majd akkor kell megnyerni, de ha most azt kérdezni tőlem, hogy aláírnám-e ezt 2026-ban, akkor azt mondja, hol kell aláírni. A Fidesz-KDNP pártszövetség a rájuk leadott voksok alapján ismét kétharmados felhatalmazást kapott volna, ha most lettek volna az országgyűlési választások. Derül ki a Nézőpont intézet vizsgálatából. Számításaik szerint a Fidesz-KDNP országos listáról 39, az egyéni választókerületekből pedig 96, összesen pedig 135 országgyűlési képviselői helyen számolhatott volna, ha a június 9-én országgyűlési választásokat tartottak volna. A legnagyobb ellenzéki frakciót Magyar Péter pártja alakíthatná 45 képviselővel. Őt követni a jelenleg hárompárti Gyurcsány koalíció 10 mandátummal, és a Mi Hazánk mozgalom 8 helyjel. A Fidesz-KDNP rekordot döntött azzal, hogy 2 milliónál is több szavazatot szerzett a mostani európai parlamenti választáson. A kormánypártok olyan eredményt értek el, amely önmagáért beszél, jelentette ki Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont intézet elemzője hozzátette, a nagy felhatalmazás miatt a mostani győzelem különösen értékes a kormánypártoknak. A háború és béke kérdéséről dönthettek az emberek, és azt láthatjuk, hogy a magyarok a béke mellett döntöttek. Magyarország békepárti álláspontját erősítette meg ezzel, hogy kifejezte a támogatását a békepárti Fidesz-KDNP mellett. Az elemző arról is beszélt, hogy ez a magas támogatottság fontos fegyvertény lesz a következő időkben az európai politikai szintéren. Péter.